Szóval. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a tavalyi év filmadaptációiról fogok beszélni, még mindig egy kicsit visszatekintek a tavalyi évre, 2018-ra, de ez lesz az utolsó ilyen. Szóval tavaly is rengeteg film került, nem? Tavaly is rengeteg könyv került vászonra, idén is rengeteg fog, és én ezek közül, az adaptációk közül láttam viszonylag sokat, és arra gondoltam, hogy ebben a videóban összevetném a könyveket és a filmeket, már amelyiket olvastam, illetőleg csak egy kicsit így beszélnék azokról a filmekről, amiknek nem olvastam a könyv alapját. Ez nagyjából olyan lenne, mint amikor csináltam a könyvek kontra filmek sorozatot, ide belinkelem, mert lényegében értékelem, hogy a könyvhöz képest milyen a film, meg úgy általában, hogy a film milyen volt. Nagyjából ez lenne a mai videó témája. Hát nincs ilyen idős szerinti sorrend. Úgy fogom csinálni, hogy először azokról beszélek, amiket olvastam is és láttam, és utána pedig azokról, amiket csak láttam. Az első film, amiről beszélni szeretnék, az Madeleine Langle, akárhogy is kell kimondani a nevét, Időcsavar című könyvének adaptációja. Most ez a könyv, ez a könyv nagyon furi volt. Még mindig. Ez az egész sorozat, ez nagyon furcsa volt. És kíváncsi voltam, hogy ugye milyen lehet a film, mert ez a könyv nem volt egy kifejezetten fényes pont az olvasásaim között, és még mindig nem tudom hova tenni. És így gondoltam, hogy nézzük meg a filmet, kiderül, hogy hát ha a filmből jobban átjön, hogy mit kellene ennek a történetnek mondania. És hát a film is fura volt. Persze csináltak benne egy csomó változtatást, ahogy azt a filmeknek szokták. De én lehet majdnem azt mondanám, hogy a film nem volt jó, a könyv se volt jó, egyik se volt jó, de a filmek mindig valamennyivel jobb volt szerintem a könyvtől. Még úgyis, hogy rossz volt maga a film. Nagyon szépen meg volt csinálva a CGI meg minden, tehát látványilag szép volt a film, csak ugyanúgy nem volt története annak sem, mint ennek a könyvnek, mert nem tudom. Ami megmaradt abból a filmből igazából az, hogy életem legfáradtabb viccét sütöttem el alatta. Az igen. Az már a végén volt, amikor már nagyon untam magam, és muszáj volt. Nem bírtam megállni. Szóval ez egy nagyon fura film, pedig nagyon híres színészeket válogattak be rá. És nem tudom, hogy hogyan nézhetett ki ez a forgatás, mert ez a film az tényleg... Végignéztem, és nem tudtam hol tenni. Pont úgy, mint a könyvet. Na igen, de amúgy az első könyv, amiről beszélni akartam, csak elfelejtettem kitenni. Úgyhogy most második lesz. Ez James Dashner Halálkúrája, mert tavaly januárban jött ki a Halálkúra film, és... nem tudom. Valamikor később láttam csak. Az Útvesztő trilógiából készült filmek nagyon mások, mint a könyvek. Tehát tényleg nagyon mások. És azt hiszem, a könyvek kontra filmek első részében, ami abban a tűzpróbát említettem, hogy abban a filmben csak futnak, a könyvben meg azért történik más is, és annyira megváltoztatták a könyv történetét, hogy igazából már úgy kezdtem neki a Halálkúra filmnek, hogy itt tök más fog történni, mint a könyvben, nem is számítottam arra, hogy nagyon igazodni fog a könyv történetéhez, mert tényleg nem is így volt. De azt mondom, hogy az utolsó James Dashner könyv alapján készült film szerintem volt annyira jó, mint a könyv. Nekem egyébként a könyv vége, a legvége, ahogy meg lett oldva az egész, az nem tetszett a könyvben, és a filmben egy kicsit jobbnak éreztem a befejezést. Még mindig fura volt, hogy úgy fejezték be, ahogy, de valahogy a film úgy alakította az eseményeket, hogy jobban el tudtam fogadni azt a véget, ami lett, hogy úgy lett, mint a könyvben, mert a könyvben egyszer csak így vége volt. Ez a vége? Így megvan, és így... Hát, jó, akkor ez így történt. Valamennyire spoilerás lesz ez a videó, az előzőre nem volt spoiler, de erre már kicsit spoilerezek. Szóval...
Például az egyik nagy változtatás, amit csináltak, hogyha nem olvastad a könyvet, akkor ezt ne hallgass meg, mert az egyik változtatás, amit csináltak, hogy tényleg találtak gyógyírt. Meg nem mondom, mi hirtelen a vírusnak a neve, mert esküszöm elfelejtettem, ami nagyon rossz. Angolul tudom, de úgy nem megyek már most semmire. Szóval a vírusra a könyvben nincs, ugye, mi az? Gyógyír. És a filmben, hát ott mondjuk sejteni lehetett a második filmben, hogy a végén úgyis találnak rá gyógyírt, hát találtak rá gyógyírt, hát ki volt rá a gyógyír? Thomas. Várható volt, ami azért volt, hát ugye ez ugye a könyv felépítésében azért nem illett bele, mert hogy pont az lett volna a lényeg, hogy nincs gyógyír, vannak akik immunisok, és azok maximum fel tudják újraépíteni az emberiséget, akik meg elkapták, azoknak kész, azoknak vége. És azért volt nagyon rossz, hogy a filmben találtak rá gyógyírt, hogy pont 2 perccel azelőtt, hogy kiderült, hogy van gyógyír, meghalt Newt a filmben. A könyvben előbb meghalt. Ami az egyik legrosszabb dolog volt a könyvben is, mert Newt volt az egyik legjobb karakter, és én őt imádtam, és szerintem nagyon sok más ember is így van, és ott volt az a remény, hogy mivel a filmek másabbak, mint a könyvek, hát ha a filmben túléli, és Thomas meggyógyítja, de nem! Nem, helyette Brenda volt az, aki nem immunis, és ő gyógyította meg Thomas, nem baj, ezt nem rovom fel a filmeknek, mert végül is az egy ilyen szükséges halál volt ahhoz, hogy érezzük a veszteséget, de nagyon rossz volt. Terezát sose sajnáltam egyébként, Terezát mindig elmondta, jó van, én őt sem bírtam, amúgy se, úgyhogy nem érdekel, hogy meghalt. Szóval, amúgy ez a film jobb volt, nagyon, nagyon erős változtatások voltak benne, de egyébként egész jó volt így a tűzpróba után. Na, egyébként újra kéne olvasnom az Útvesztő trilógiát, mert alig ha emlékszem ilyen részletekre, így nagyjából a sztori megvan, de tényleg ilyen nagyon részletes dolgok már nincsenek meg, és újra is kéne néznem a filmeket, mert már azokra sem emlékszem. Ja. A következő film, hát igazából a könyvet a végén annyira, a könyvet azért vettem meg egyből, miután láttam a filmet, mert a film annyira nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Ez pedig Becky Arbeltától, Becky Arbeltától, a Simon és a Homo Sapiens Lobby. Hát, úristen, úristen. Ez a könyv is egy, imádom, de ezt már sokszor elmondtam. Túl sokszor egyébként. És a film, hát ez a film az, ez egy mestermunka. Én azt imádom. Egyébként nem tudom eldönteni, hogy a filmet szeretem-e jobban, vagy a könyvet, mert elolvastam a könyvet, és fú, hát a film az totál más, nagyon sok szempontból totál más, mint a könyv. De amúgy nagyon jó volt a könyv is. Csak ugye előbb láttam a filmet, és így volt bennem valami elvárás, hogy valamennyire azért. Tehát, hogy voltak pontok, amik azt hittem, hogy ugyanazok lesznek a könyvben is, és a könyvben nem voltak úgy kifejtve, vagy nem úgy voltak leírva, és az kicsit szíven ütött, mert voltak jelenetek a filmben, amiket nagyon szerettem volna viszont látni a könyvben, és nem láttam viszont a könyvben. Szóval nem tudom, még mindig nem döntöttem el, hogy a film tetszette jobban, vagy a könyv, szóval egyelőre úgy állok, hogy nagyjából egyforma szinten van a film is, meg a könyv is. Nem tudom, de az a film, hát az... Az a film az jelen pillanatban olyan, hogy akárhányszor újra tudom nézni, és imádom. Minden egyes pillanatát elejétől a végéig. Nagyon jó. Úgy jöttem ki a moziból, hogy már akartam venni a telefonomat és berendelni azonnal a könyvet Book Depository-ról, mert én úgy gondoltam, hogy nem bírom ki, nekem ezt el kell olvasnom. Hát egy nagyon jó film volt. Vagy hát, még mindig jó film. Továbbra is. Az egyik legelső adaptáció, amit tavaly láttam, az Ernest Cline Ready Player One filmje volt. Mármint, hogy a Ready Player One-ból készült film volt. Erről valamennyit beszéltem a Ready Player One-os videómban, azt ide belinkelem. Most nemrég újra is néztem. És alapjáraton a film nem rossz. De nem jobb, mint a könyv. Tehát ebben az esetben tényleg a könyv az jobb. Mérföldekkel jobb. A filmben valamennyire hollywoodizálva vannak a karakterek, mert a könyvben jobban így érzékeltetve van, hogy mivel nem mozognak és virtuális világban élnek, ezért azért nem olyan
tökéletes testalkatúak, meg... Hát igen, szóval nem tökéletes emberek alakítják a főszereplőket a könyvben. A filmben meg ez annyira nem volt érzékelhető. Igen. A legjobb pontja a filmnek egyébként Simon Pegg volt. Az ő megjelenését vártam a legjobban, ő irtózatosan jó volt arra a szerepre, amit kapott. De ami a filmekben mondhatni gyenge volt, azok a próbák. Ugye a próbák vannak középpontban, hogy meg kell találni az ajtókat, és meg kell találni a kulcsokat. Három ajtó van, három kulcs. A filmben azt hiszem három kulcs van összesen, és azokat is olyan egyszerűen meg lehet igazából szerezni, hogy így néz az ember, hogy hát jó, de a könyvben ez egy ilyen 50-60 oldal volt, mire rájöttek csak arra, hogy a kulcs hol van, és akkor utána még meg kell találni az ajtót is. És tényleg a könyvben sokkal bonyolultabbak voltak ezek a próbák, hogy megtalálják az adott kulcsot, meg az adott ajtót. Tehát az első, a filmben az első kulcsot, azt úgy lehetett megszerezni, hogy konkrétan csak végigtolattál a pályán, és jó, hát erre rá kellett jönni, de ez olyan elég egyszerű, főleg, hogyha a többiek látták, hogy ő csak tolatott végig, akkor mindenki más is csak tolat végig. Na mindegy. Szóval a könyvben ez sokkal jobb és sokkal izgalmasabban meg van írva. Ráadásul ugye azt is megváltoztatták, hogy Samantha került be az IOI-hoz, és nem Wade megy be. Az volt az egyik legizgalmasabb rész a könyvnek a harmadik szintes részénél, amikor Wade egyszer csak ott van benne az IOI-nál, és igazából nem tudja az olvasó, hogy most akkor hogy került oda, mi történik, mi van, és ez a rész így hiányzott a filmből, amit én eléggé hiányoltam, mert az volt az egyik legjobb része a könyvnek. Szóval igen, a könyv az sokkal jobb. Tehát, hogyha valaki látta a filmet, mondjuk csak a filmet látta, és nem olvasta a könyvet, nagyon ajánlom a könyvet, mert sokkal, sokkal jobb, mint a film. A film is jó, és meg lehet nézni, tehát nem úgy van, hogy megnézem a filmet, és azt mondom, hogy fúj, a könyv sokkal jobb, hanem azt mondom, hogy hát igen, a könyv azért jobb. Na, a következő az nem adaptáció, de azért ilyen könyves adaptációkhoz sorolom. Mindegy, erről nem fogok sokat beszélni. Itt a link a videóhoz, amiben beszélek róla. Jó, és ezek voltak azok az adaptációk, amiknek ténylegesen olvastam az alapját, kivéve az utolsó, mert az maga volt az alap. És akkor most filmekről fogok csak beszélni, amiknek még nem olvastam a könyvét, és nem biztos, hogy fogom is, de az külön téma. Szóval most csak olyanokról fogok beszélni, amikből csak a filmet láttam. Ezt akartam ebből kihozni. Az egyik ilyen film volt a Nyúl Péter, ami a Nyúl Péter kalandjai című könyvből készült. Ez igazából azt hiszem két, hát nem sok élő szereplős ember volt benne, hanem ugye meganimált kis állatkák voltak benne. Nyulak vannak a középpontban, akik a szomszéd embernek a kertjét dizsmálják, és megy a harc az újonnan beköltözött. Unokaöcs. Mindegy, újonnan beköltözött rokon, megörökölte a házat, és akkor a nyulak meg ő harcolnak. Ez egy gyerekkönyv alapján készült szerintem. Élvezetes film volt, egyszer meg lehetett nézni, de igazából többet nem tudok róla elmondani. Csak azt, hogy James Corden volt a főnyuszi. A következő film, amit megnéztem, már csak azért megnéztem, mert nem voltam benne biztos, hogy el akarom én olvasni a könyvet. Ott van a várólistámon, de lehet, hogy le fogom szedni. Megnéztem a filmet. Tudom. A film ugye nem olyan, mint a könyv. Ez a David Leviathan-nak a nap-nap utánja volt. És... szerintem nem fogom elolvasni a könyvet. Én elhiszem, hogy a könyv az jobb. Valószínűleg jobb, mint a film, mert a film az elég... egyszer megnézhető volt számomra. De a probléma az, hogy valószínűleg az alap ötlet, az alap cselekmény az ugye a könyvből van. És nekem az alapja a könyvnek olyan, hogy nem értem, és nem is tetszik. Tehát, ja. Aztán, hogyha az alapja nem tetszik a könyvnek, akkor felesleges elkezdeni, mert akkor úgyse fog tetszeni, és csak szenvedni fogok vele, úgyhogy inkább nem fogom elolvasni, mert ez, hogy érdekes ötlet, hogy a neve, hogy a minden nap más ember testében ébred föl,
ugyanakkor totálisan furcsa is, hogy minden nap más embertestében ébred föl, de összejön azzal az egy csajjal, és mindig aztán más ember is vele van, és igen, ez így furcsa koncepció volt, és várható volt a végén, mi is fog történni, szóval engem annyira nem mozgatott meg ez a történet. Az egyik legutolsó adaptáció, amit tavaly láttam, az a Kőgazdag ázsiaiak volt. Ezt a... amúgy itt tök véletlenül került fel a várólistámra, mert mindenhol láttam, hogy ott van Instagramon, mindenhol Crazy Rich Asians. Mondom, jó. És amikor kijött a trailer, meg se néztem először. Aztán a nővérem mondta, hogy ez tök cuki, meg minden, ez tök jó, és így megnéztem a trailert, és így... ez tényleg az, és így azonnal fölpakoltam a várólistámra. Jó, azért elolvastam, hogy miről szól, meg nagyjából megnézegettem hozzá az értékeléseket, de akkor átütött nálam az előzetes, hogy azonnal! És mikor kijött a film, azt vártam, hogy mikor tudom végre megnézni, és mikor megnéztem, én teljesen elájultam tőle, annyira nagyon-nagyon élvezetes volt. Komolyan olyan régóta nincsenek már olyan tényleg nagyon jó romkomok, és a tavalyi évben 3 is volt. És annyira jók voltak, és most komolyan azokat szeretném nézni egymás után folyamatosan, megállás nélkül, szünet nélkül, csak mindig azt a 3 filmet újra pörgetni. Az egyik volt a Simon, a másik volt ez, a harmadik pedig a fiúknak, akiket valaha szerettem, arra is mindjárt rátérek. Szóval a Crazy Rich Asians nagyon jó volt, és ezt szeretném olvasni. De az a problémám, hogy a film annyira nagyot ütött nálam, tehát olyankor szokott probléma lenni, amikor a film nagyon jó. És hogyha nagyon jó a film, és nagyon tetszik, akkor azért valamennyi elvárásom van a könyvvel szemben. Hogy azért valami ponton csak egyezzen már a könyv meg a film, hogyha nem is egyformák. És amikor a legkisebb elvárásaim sem teljesülnek, akkor tudok nagyon csalódott lenni, és akkor biztos, hogy a könyv az olyan lesz, hogy nem. Mert például ott van az Innöved a sárkányodat. Az Innöved a sárkányodat az... semmi, ott semmi nem egyezik a két főszereplő nevén kívül, viszont a könyv az adott nekem egy olyan olvasási élményt, ami jó volt, és ez segített elvonatkoztatni a filmtől, és külön tudom élvezni mind a kettőt. Ellenpélda, ott van a Pótkerék, a Duff. Nagyon ütött nálam a film, nagyon jó volt, alig vártam, hogy elolvassam a könyvet, és mikor elolvastam a könyvet, az tipikusan olyan könyv volt, amit én magamtól nem olvasnék el, mert számomra az egy hatalmas drámagombóc volt, és nem... semmi olyan nem volt benne, ami nekem a filmből tetszett, és ami miatt az a történet nekem a filmben jó volt. Amit sajnálok, de hát ez van. Megesik az ilyen. És ezért félek a Kőgazdag ázsiaiaktól is, mert ez... sőt, akkor ehhez hozzácsapom már egyből a fiúknak, akiket valaha szerettemet is, mert azt is láttam, és az is nagyon jó volt, és az is hatalmasat ütött nálam, mármint a film. És mind a kettő, tehát a Kőgazdag ázsiaik is, meg a fiúknak, akiket valaha szerettem is. Jézusom, de bonyolult ezeket a címeket egymás után mondani. Szóval mind a kettő olyan, hogy nagyon tetszett a film. És mind a kettőből azt hiszem 3 könyv van egy sorozatban. Mind a két filmet úgy csinálták, hogy a 3 könyvet, vagy hát minimum 2 könyvet mostak nagyjából össze. Tehát vettek átelemeket a következő részekből. És... hát a Kőgazdag ázsiaiaknak annyira talán nem olvastam még utána. A fiúknak, akiket valaha szerettemről többet hallottam. És arra például azt hallottam, hogy... hát ugye ott azt hiszem az első könyv és a második könyv az az, ami a filmet adja, és ott az első könyv az ilyen nagy cliffhangerrel ér véget, hogy úristen vajon mi fog történni, viszont azon kívül nem, tehát nem hallottam olyan jókat a könyvről. Mert most ugye nagyon sok ember elolvasta, mert jó a film, meg kijött a film, és a legtöbben azt mondták, vagy hát akiket én nézegettem, ők azt mondták, hogy a könyv az nem egy kimagasló alkotás. Nekem meg a film nagyon tetszett, szóval félek elolvasni a könyvet. A Kőgazdag ázsiaiaknál is hasonló a helyzet, ott kevésbé erős volt talán az, hogy kevesebbet olvastam a könyvnek utána, de ott is az volt a helyzet, hogy az első meg a második rész van összemosva, és valahol ott a filmnek a drámai csúcspontján van elvágva a könyv, tehát hogy a könyvbeli események az valahol ott van
elvágva, hogy izguljunk a második rész miatt, és nem tudom. Szóval ennél a két könyvnél kicsit kétségbe vagyok esve, mert nagyon-nagyon jók voltak a filmek, és imádtam őket. És ezért félek elolvasni a könyveket, mert hogyha hogyha az van, hogy ami a filmekben történik, abból zéró esemény van a könyvben, és a könyvben külön nincsen olyan dolog, amit én szeretni tudnék, és tehát úgy lenne, hogy azt mondanám, hogy hát ez tök jó, ez miért nem volt benne mondjuk a filmben, vagy tök mindegy, tehát mint az Így neveld a sárkányoddal, hogy nem ad egy olyan olvasási élményt, hogy azt el tudom vonatkoztatni, nem tudom. Szóval félek. A fiúknak, akiket valaha szerettem, tök jobban egyébként, mert annál attól tartok, hogy az egy ilyen tini dráma lesz, és nem szeretnék tini drámát olvasni, azt én nem szeretem. De a Crazy Rich Asians is lehet, hogy egy tini dráma ahhoz képest, hogy felnőttek vannak benne, nem tudom. Na mindegy, meglátjuk, úgyis szerintem bele fogok olvasni mind a kettőbe, mert tényleg nagyon tetszettek a filmek. A Simon is más volt könyvben, mint a film volt, de az azért az tetszett, szóval azért adok esélyt mindkét könyvnek. Majd most van elég könyv, amit ki kéne olvastam lehetőleg májusig, úgyhogy most ilyeneket nem fogok olvasni, de majd sorra kerül az is. Hogyha nektek lett volna olyan filmes adaptáció a tavalyi évből, ami nyomot hagyott volna, nyugodtan írjátok meg kommentben a véleményeteket róla. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!